Lengyelországban is csak húsvét után enyhítenek a szigoron. A legfertőzöttebb régiókban bevezetett korlátozásokat szombattól az egész országra kiterjesztik. Az egészségügyi miniszter arra figyelmeztetett, hogy ha nem javul a járványhelyzet, további szigorításokra is lehet számítani. Lengyelországban szerdán több mint 25 ezer új fertőzöttet vettek nyilvántartásba. Kong az ürességtől ez a bevásárlóközpont Gdanskban. A régióban a hét elején vezették be a korlátozásokat. Szombattól azonban az egész országra kiterjesztik az intézkedéseket. A bevásárlóközpontok, mozik, színházak, múzeumok, művészeti galériák és más szórakoztató intézmények az egész országban bezárnak. Emellett az uszodák, szaunák, szoláriumok és sportközpontok is zárva lesznek. A szülők és a gyerekek számára a legfontosabb információ pedig az, hogy az iskolák első három évfolyamán sajnos vissza kell térnünk a távoktatáshoz, jelentette be az egészségügyi miniszter. A korlátozásokat leghamarabb húsvét utáni pénteken enyhítik, azonban a tárcavezető azt is hangsúlyozta, hogy a járványadatok romlása miatt akár újabb szigorításokat is elrendelhetnek. Lengyelországban egy hónap alatt ötszörösére nőtt a naponta újonnan regisztrált koronavírusos betegek száma, jelenleg csaknem 316 ezer aktív fertőzöttet tartanak nyilván. Eközben Párizsba látogatott Mateusz Morawiecki lengyel kormányfő, ahol Emmanuel Macron elnökkel találkozott. Beszélgetésük egyik fő témája a koronavírus elleni oltási kampány volt. Most megvizsgáljuk, hogy képesek vagyunk-e reagálni az elmúlt évtizedek legnagyobb válságára, a második világháború óta fennálló legnagyobb válságra. Ezért fontosak ma az oltási programok, az Európai Tanáccsal való együttműködés és a gyógyszergyártókra helyezett nyomás, hogy minél gyorsabban szállítsanak Franciaországba, Lengyelországba, sőt az egész Európai Unióba. Ezek mind alapvető feladatok, amelyeken közösen kell dolgoznunk, fogalmazotta a lengyel miniszterelnök. Mateusz Morawiecki hangsúlyozta, egyetért a francia elnökkel abban, hogy a vakcinagyártást, amelyet az elmúlt három évtizedben kiszerveztek az unión kívülre, vissza kell hozni Európába. Lengyelországban a héten meghaladta a 4,5 milliót a beoltottak száma. Több mint 1,5 millióan pedig már a második adagot is megkapták a koronavírus elleni vakcinából.